A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. Az U19-es lézerradiál világbajnokot várják a Liszterenc nemzetközi repülőtéren. Érdi Mária kevesebb mint 3 év leforgása alatt immár a 4. VB aranyérmét szerezte, Mári december 27-e és január 3-a között a malajziai Langkawiban végzett az élen. Nagyon örülök neki, hogy sikerült nyernem, és nagyon izgultam amiatt a verseny, mert meg nagyon sokat készültem rá. Már itthon is elkezdtem átállni, mert 7 óra volt az időeltolódás, és elkezdtem korábban felkelni, úgyhogy tényleg rendesen készültem rá, és számítottam arra, hogy érmet szerzek. De így, hogy aranyérem lett, így hát teljesen boldog vagyok, és nem hiszem el. Mári felkészülése miatt még a december 24-i családi programot is át kellett alakítani, hiszen délután 3 órakor már aludt, hogy tökéletesen tudjon majd aklimatizálódni. A formaidőzítésre amúgy is figyelnie kellett a friss világbajnoknak, ugyanis sem az edzője, Eszes Tamás, sem más kísérő nem tarthatott vele Ázsiába. Volt, hogy a csapatok együtt mentek például a megnyitón, és én meg egyedül álltam fél órát így, és az nem volt túl jó. Meg azért jó lett volna, hogy ott lett volna velem Tomi, de most nem tudott eljönni, de minden nap beszéltem vele és segített, úgyhogy meg ott volt az osztrák edző, és ő is nagyon hasznos tippeket adott, főleg az utolsó napon, amikor nagyon izgultam, és nagy volt a nyomás. Akkor mondta, hogy hogyan mondott egy ilyen tippet, hogy amikor ő még vitorlázott, akkor ugye a hasába vette a levegőt, és akkor sikerült fókuszálnia, és ezt tényleg bevált, csináltam, és nagyon bevált. Olyannyira bevált, hogy Mária világbajnoki címe mellé még egy díjat kapott. Igaz, ezt nem csak szakmai, hanem inkább az emberi tulajdonságai miatt zsebelhette be, hiszen ő lett a legnépszerűbb vitorlázó is. Beállítottak minket, hogy majd mennek föl az érmesek a dobogóra, és akkor ott álltam közöttük, néztem, hogy ki fogja kapni ezt a díjat. Gondolkoztam, hogy hát biztos nem olyan fogja kapni, aki az 1-3-ba végzett. Aztán, amikor kimondták a nevet, akkor én néztem, hogy tényleg ez biztos, hogy én vagyok. Először mondták, hogy magyar, és akkor hoppá, én vagyok az egyetlen magyar. És amikor kimondták a nevemet, akkor így húha. Szerintem ott álltam egy 5 másodperces, és azután mentem csak föl. De örülök neki nagyon. A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.